A 2013-as Győr környéki zöldárra emlékezve tartottak újra emlékfutást az Aranyparton. Az MH-12. Arabona légvédelmi rakétaezred a rendezvényre katonákból, rendőrökből, katasztrófavédőkből, vízügyi szakemberekből, illetve az érintett szigetközi falvak lakosaiból álló mezőnyt hívott meg. Ez egy zárt, meghívásos rendszerű futóesemény. Azokat a csapatokat, honvédségi alakulatokat, rendőr, tűzoltók, katasztrófavédő alakulatokat, illetve magukat a településeknek a csapatait hívjuk meg, akik akkor itt a védekezés fő terhét viselték. Ez az idejében 50 csapat, ugye egy csapat 4-től 7 főig terjedő létszámot foglal magába, és ugye hát milyen 7 futószakasz is van, ez azt jelenti, hogy körülbelül olyan 4-4,5 kilométer esik ebből a 30 kilométerből minden futóra. A példátlan összefogás 2013-ban sokak életét és életterét mentette meg. A már harmadik alkalommal megrendezett futással ismét az akkori együttműködést szimbolizálták. 2013-ban, amikor egy nagyon komoly árhullám érte el Győr-Moson-Sopron megyének ezt a részét, akkor olyan lakossági, hivatalos szervek által történt összefogás volt, aminek az emlékét, az érzését meg kell őrizni. Most, ahogy a futóverseny megkezdődik, ugyanezt a katarzist érzem, mint amikor az ár levonult, hogy volt egy óriási kihívás, megfeleltünk ennek a kihívásnak, meg tudtuk a lakosságot védeni, az értékeinket. Most ezek az emberek, akik itt vannak, emlékeznek erre az összefogásra, és jó együtt átélni azt a sikert, amit 2013-ban együtt értünk el. 3, 2, 1. A közel 30 kilométeres távot váltó futás jelleggel teljesítették a 4-7 főből álló csapatok. Az érintett települések lakosai és vezetői is szívesen vesznek részt évről évre az eseményen. Évfordulóhoz közeledünk, és ahhoz, hogy az emlékek örökké éljenek az emberbe, ahhoz szükség van ilyen rendezvényekre, amire készülve nyilván ez egyfajtában szóba kerül, tehát felvezetésként akár baráti társaságokban, akár a kocsmában, akár itt a hivatásos szerveken belül, és úgy gondolom, hogy amellett, hogy ez a tapasztalatok átadását is segíti, meg a sztorizáson túlmenően fontos. A résztvevők a kijelölt távot a Dunamenti kerékpárúton és a 2013-ban veszélyeztetett, azóta már megújult Mosoni Duna töltésén teljesítették.